Szeptembertől katolikus történelem és irodalom tankönyvekből is tanulhatnak a gimnáziumok, szakgimnáziumok és technikumok 9. és 10. évfolyamos tanulói. A tankönyvek a keresztény értékrend szemszögéből is elmagyarázzák a történelmi összefüggéseket, és bővebben jelenítenek meg vallás és egyháztörténeti témákat. Kovács Örs főszerkesztő hangsúlyozta, bár az egyháztörténeti témák nagyobb hangsúlyt kaptak a tankönyvekben, tartalmuk nem tér el a 2020-ban megjelent új nemzeti alaptanterv szabályozásától. Igyekeztünk arra törekedni, hogy a katolikus egyháznak a modern felfogását, tanítását olykor-olykor belevinni a tankönyvbe, tehát példaként említhetném azt, hogy a keresztes hadjáratoknál betettük II. János Pál pápának a szembenézését, amikor ugye nyilatkozott a keresztes hadjáratokról, hogy ez azért mégiscsak problémákat is okozott, tehát ilyen jellegű megnyilvánulás is van benne, vagy éppen a Szent Jobb például egy külön kis rovatban szerepel, kicsit részletesen leírva, hogy ez végülis micsoda, meg hogy kell erről az egészről gondolkodni. A tankönyvsorozat kidolgozásakor az elsődleges szempont a szakmai hitelesség, a pontosság és a naprakészség volt. A Szent István Társulat kiadásában megjelent tankönyvek, feladat és szöveggyűjtemények egy készülő, teljes katolikus tankönyvcsalád első darabjai, amelyeknek kidolgozását a Katolikus Pedagógiai Intézet koordinálja. A munkát 2018 nyarán kezdtük el, és már egyelőre 2 kötet jelenik meg, a 9-es és a 10-es, de természetesen folyamatban van, a 11-es már javarészt elkészült, és a 12-es kötelen is dolgozunk, és a következő tanévben ezek is rendelhetőek lesznek az iskolák számára. A tankönyv fejezeteinek végén található leckéket szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok zárják.